A húsvéti vásár megnyitójának ünnepségén az egyesület énekesei és hangszeresei léptek fel, akik a hétvégén szervezett Szólj Síp Szólj rendezvényről arany és ezüst minősítéssel tértek haza. A kézműves portékákat kínáló standok szebbnél szebb termékekkel teltek meg. Lehóczky Judit bár még csak pár hónapja kezdett bele a szója és méhviasz gyertyakészítésbe. Igyekszik minden olyan környékbeli eseményen részt venni, ahol megismertetheti a nagy közönséggel termékeit. Én méhviasz gyertyákkal készültem, számomra nagyon fontosak, örülök, hogy ilyen színvonalasak a környéken ezek a rendezvények. Nagyon fontos, hogy én is kézműves dolgokat vegyek a családomnak, magamnak, ezért tartom fontosnak, hogy mások is ezeket vegyék. A magyar hagyományok megőrzése az, amely folyamatosan otthonra talál a Csobolyó Művelődési Egyesületben, illetve az a hit, amely bennünk van ahhoz, hogy éltetni és átadni is tudjuk őket, mondta el Patyi Lajos egyesületi elnök. Amikor csak lehetőség van, minden nagyobb vallási ünnepen megtartsuk ezeket, tehát úgy, mint karácsonyi vagy húsvéti vásárt, és fontosnak tartjuk a régi tradíciót megőrizni, a régi vallást tovább párhuzamosan kísérni, tehát nem lehet, ez tulajdonképpen az alapkultúránk része. A mostani immáron sorrendben a 7. hagyományos húsvéti vásár volt a moholiak szervezésében.